Az egy elet, ingyen sör. Földosztás! Földosztás! Földet, uram! Micsoda? Földosztás! Földosztás van! Földet? Nekem van lehet Szabolcsba földön. Az első állampolgár, akinek adtunk földet. Ez a zöld földje a mészárosség? Egy klímaszakértő véleményet szeretnék kérdezni az időjárásról. Cili, mondjál valamit. Hát, hogy eddig az idei tél leghidegebb napjait éljük, és az északi sarkon jelenleg melegebb van, mint a déli pályaudvaron. Pár volt a vasútállomásnál. Azonnal kijött a biztonsági őr, és mondta, hogy menjünk el, és aha, mondtuk, hogy hát kampányidőszak van. Aha, azt akkor mondta, hogy ez nem számít, mert ez magánterület. Mondtuk, hogy a magánterületre, ahol a vásárlókat beengedik, az egyébként az valami, van, valami igen, jogi kifejezésre. Szóval kihívta a főnökét. Egy nagyon dekoratív szőke nő kijött, ugyanezt elmondta, és azt mondta, hogy rendőrt fog hívni. Mondtam, hogy hívjon rendőrt. Jött egy civil ruhás rendőr, megmutatta, hogy ő rendőr. Aha. És vele is megbeszéltük, és mondtam, hogy hát ez igazán pártpolitika, nem kéne rendőrségi ügyet csinálni belőle. Igen. Utána jött három készenléti rendőr, azok megálltak, néztek egy kicsit minket, megvonták a vállukat és elmentek. Különösebben azt hiszem, ők se tudták ezt a törvényt, tehát senki nem tudta, voltak. Hogy... Hagyma krém. Én Esztergomban gyűjtök dologon, ma gyűjtöttem volna a kodaltáron, de be kellett mennem dolgozni végül, úgyhogy ma nem mentem gyűjteni, viszont munkaidő után azért még elmentem a Szélkemmetére lepacsizni, ide is lepacsizni, a központba lepacsizni. Léci, aki tud vidéken segíteni, akár Pesti, és meg tudja oldani, hogy leutazzom, vagy akárnek a Léci, segítsetek a vidékieknek, mert nagyon kell oda a segítség, nagyon sok településre. Ott van például Győr, Szeged, Ceglét, nagyon sok hely. Kaptam egy nénitől újatlan kesztyűt, hogy tudjak egyszerre írni, és ne fázzon a kezem. Éljen a néni, köszönjük. Igen. A néninek. Úgyhogy a két fiú hozta a jogombát, én megcipeltem azt a nehéz malackot, és közben nagyon káromkodtam, hogy ez nagyon nehéz. És akkor közben mesélték, hogy igazából ezt az egészet a Magyar Gábor egyedül vitte be a tér közepére. Én is így a jövök megyek, mert mindig kiderül, hogy valamelyik standnál hiányzik valami, elfogytak az ívek. Azt képestek a passzivisták, azok kurva nagy hősök, mert olyan zokszó nélkül állnak kint 4-6 órákat a farkasortító idegben, igen, hogy az elképesztő, és aztán pedig van arca az embernek, és másnap jelentkezik újra, hogy ő megint jönne. Respekt. És így nem érted, hogy mi hajtja ezeket az embereket, fantasztikusak. Hősök vagytok. Megjött a felmentő sereg. De hogy egyébként ilyen 6-23-an aláírásért össze, csak úgy mondtam. Jaj, te királyok vagytok, nagyon jó! Ha pedig megbeszéltük, hogy csak prímszámnyi aláírást szabad gyűjteni. Csak úgy érzem, hogy a pártfegyelem kezd összeomlani ebben a hidegben. Igen. Hát retegünk a megtolástól, mert ha nem hozzuk a számukat, akkor beledobnak 10 millió sapköpő mennyét közé a pártelnökség. Igen, igen, nagyon szigorú a pártvezetés. Ezen a héten már 9 embert, passzivistát csiklandoztunk halálra, amiért nem hozták a számokat. De ott valamilyen idős bácsi, ilyen művészettörténész, aki nem nagyon írt. Én talán egy legelején fél órát beszélgettem vele, ilyen tegyen magas színvonalú beszélgetés volt, ilyen magas gondolatokkal. De nem írt alá. Tessék? De nem írt alá. Hát ő mondta, hogy még gondolkozik. A Mészáros Lőrinc nem hitt el, hogy mi most itt ingyen gyűjtünk aláírás, meg hogy itt ingyen csináljuk a dolgokat. Tehát itt azt akartam, hogy neki megtűntők, hogy mennyibe kell egy ilyen pártot fenntartani és alapítani. Hello! Szeretnének aláírni? Na, még van rá lehetőség. Nem bírjuk leszedni ezt a pultot, nem bírjuk leszedni. Rögtönött át egy öreg házaspár, hogy a sebő fenének alá akar írni. Kivenném most az összes töredékest, és itt hagynám. És üres lapokkal küldeném ki az embereket, de ha ez nagyon nagy meló, akkor... Persze, ez így lenne értelme. Összesítjük az eddig összegyűlt aláírásokat. Hát Budapesten kifejezetten jól állunk, vidéken kifejezetten közepesen állunk. Úgyhogy most azonnal mindenki jöjjön és írjon nekünk alá. Aláír a kutya. Aláír a kutya. Kutyka, írd alá, hol akarod alá? Írd alá, kutya. Írd alá, kutya. Írd a kutya. Írd a kutya. Írd a kutya. Írd a kutya és írd. Ül 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 és írd. Ül